Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai családi istentiszteletünk minden kedves résztvevőjét, gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ma az iskolánk második A-osztályos tanulói szolgálnak majd, fogadjuk őket szeretettel. Hadd mondjam el azt is, hogy a nagyobbak gimnazista diákunk számára is meglehetősen mozgalmas ez a hétvége. Tegnap egy csoportunk Balatonfüreden volt, ma egy másik csoportunk Ságváron szolgált. Bízunk abban, hogy a jó hírünket öregbítik ezekkel a szolgálatokkal. Amint tetszenek látni, a mai templomi alkalmunkat felveszi és közvetíti majd a Somogy Televízió. Nagy szeretettel köszöntjük azokat is, akik a televíziós adás segítségével lehetnek résztvevői majd az együttlétünknek. A televíziós adás kedden 8:30-kor és jövő vasárnap délután 16:00-kor lesz látható a Somogy Televízió adásában. Isten áldja meg a mai együttlétünket, gazdagítson bennünket jelenlétével. A 225. dicséretet énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 225. dicséret első 5 versét énekeljük, amint látható volt, kivetítjük az énekeket, tessenek belekapcsolódni, ha valakinek nem is ismerős, rögtön első hallásra és az első verszak menet közben azt gondolom, hogy ez egy olyan szép régi magyar dallam, hogy bele jön a fülünkbe, és tudjuk együtt énekelni, énekeljük együtt tehát a 225. dicséret első 5 versét. Az első vers így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Szeretném jelezni azt is, hogy a kisebbeknek tartunk gyermekisten tiszteletet. Én azt javaslom, hogy maradjunk a gyerekek szereplése alatt, és majd utána az ének alatt menjen ki Seres Gabriella, beosztott lelkészünk a kisebbekkel. Thank you.
Tisztelt gyülekezet, sok szeretettel köszöntöm a második osztály nevében a megjelent felnőtteket, gyerekeket, a református gyülekezet valamennyi tagján. Mai Isten tiszteletünkön Péter meggyógyítja a Sántát, az Ékes kapunál című történetén keresztül bemutatjuk, hogy mi a Szent Lélek általi öröm. Napi kívánság listát? Vagy esetleg spórolsz valamire? Biciklire, számítógépre, tabletre. Gondolj egy mások kapott ajándékodra, amikor kibontottad, mit mondtál? Pont erre vágytam. Mindig is ilyet szerettem volna. Nagyon örültem. És mi lenne, ha kinyitnád az ajándékot, és sokkal, de sokkal jobb lenne, mint amire valaha is vágytál. Mit mondanál? Mit éreznél ilyenkor? Jézus még halála és feltámadása előtt megígérte a tanítványoknak, hogy elküldi maga helyett a Szent Lelket. Jézus még mennybe menetele óta a lelkével van jelen köztünk. A Szent Lélek tanít minket Istenről. Gyógyít, vigasztal és erőtön a nehézségek idején, ha kérjük. Jézus még hallgatja az imádságainkat és munkálkodik a körülöttünk lévő életében. A jeruzsálemi templomban népük között végzik az apostolok missziói munkájukat. Az ősgyülekezet rendszeresen összegyűlik, és napjában háromszor az imádságra kijelölt időpontban együtt imádkoznak. Az egyik a délután 3 órai imádkozás, amikor a történet játszódik. Kérdezünket összetérve, imádkozunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten kiválasztott fenn az égben. Az ékes kapu a templom egyik igen díszes kapuja volt, amely kívülről vezetett az udvarba. Az ékes kapu keleti kapu volt, a templom főbejáratát alkotta. 2 szárnyú széles és magas volt, 2 oszlop által tartott fülkével, arany és ezüst veretekkel. A kapu magas sárga részből készült a leggazdagabban díszítve, és dupla szárnyai olyan nehezek voltak, hogy 20 ember egyesült erejével lehetett nyitni vagy csukni őket. A kapuhoz a feljáratot 12 kényelmes lépcsőfok alkotta. Jeruzsálem városában élt egy ember, aki születésétől fogva sánta volt, nem tudott járni, soha életében nem tudott ugrálni, szaladni, még csak sétálni sem, mert a lábai erőtlenek és gyengék voltak. Gondoljátok csak el, milyen rossz lehetett ennek az embernek, amikor olyan kicsi volt, mint mi, nem tudott szaladgálni, játszani a többi gyerekkel, csak nézni tudta őket. Még a többi fiú játszott, ő csak nézte őket szomorúan. Sok-sok év telt el, felnőtt férfi lett, nem tudott munkába járni, nem tudott semmilyen munkát végezni, ezért nem volt pénze sem. Néhány barátja ezért minden reggel elvitte őt a templomhoz. Letették a templom nagy díszes kapujába.
az ékes kapuba. Ezen a kapun mentek az emberek a templomba, este pedig érte jöttek a barátai, és hazavitték. Azok az emberek, akik megsajnálták, és segíteni akartak rajta, a mellette lévő persebe pénzt dobta. Minden nap évről évre ott találták a templom ékes kapujában. Egy napon azonban csodálatos dolog történt vele. Azon a napon Péter és János apostol imádkozni mentek a templomba. A templomhoz érve megláttak egy sánta férfit, amint ott ül a kapu előtt. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, indíts le szívemet. Húzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni tanít. A sánta is meglátta őket, és így szólt. Kérlek, segítsetek! Péter és János megálltak, rátekintettek, majd ezt mondták neki. Nézd ránk! A férfi rájuk nézett. Azt remélte, adnak neki valamit, de Péter ezt mondta neki. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, adom neked. A Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte őt. A sánta férfi abban a pillanatban érezte, hogy lába és bokája megerősödik, és életében először fel tudott állni a lábára. Sőt, nem csak állni tudott, hanem járkált és ugrándozott. Ugrándozott és újjongva kiáltozta. Dicsőség Istennek, tudok járni, köszönöm Istennek. Annyira boldog volt, hogy felleugrándozott, dicsérte Istent, amért használni tudta lábait, amért meggyógyult. Mindenért csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved az. És János tovább ment a templomba, ő pedig velük együtt ment, és dicsérte Istent. A templomba levő emberek felismerték benne a sánta koldust. Most, hogy járni és ugrándozni látták őt, nagyon meglepődtek. Csodálkoztak, és azt kérdezték egymástól. Mi történt? Hogyan lehetséges ez? Hogyan járhat ez az ember, a kezed fel sem tudott állni? Ez a két ember gyógyította volna meg a sánta koldust? Péter a csodálkozó emberek elé állt, és így szólt hozzájuk. Miért csodálkoztok? Miért bámultok minket? Nem mi tettük, nem mi gyógyítottuk meg, hanem a názareti Jézus által gyógyult meg ez az ember. Azért gyógyult meg, mert hitt az Úr Jézus Krisztusban, hitte, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, Jézus pedig meg is gyógyította. Tudjátok meg mindannyian, hogy mi Jézus követői, tanítványai teljes szívből bízunk az Úr Jézusban és az ő nevének erejében. A Jézusban való erő nektek is segít. Ha megbánjátok bűneiteket, ha hozzáfordultok és bíztok benne. A meggyógyított ember pedig örvendezett, nagy örömmel és újjongva dicsérte Isten, mert nagyon hálás volt azért, hogy Jézus segítségével tud járni. Mind a forrás, olyan örömöt, mind a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem.
Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Az örvendezés azt jelenti, kifejezzük örömünket. Mit várt, mit remélt a sánta férfi? Az, hogy pénzt fog kapni. Azt kapott, amit várt, amit remélt? Sokkal többet kapott. Meggyógyult, új életet kapott, Jézus erejét és szabadítást. Az Úr van itt, az Úr van itt, a te Istened, a te Istened, szerintetek a gyógyulás, vagy az ezüst és az arany? A gyógyulás. Miután meggyógyult, mit töltött el a sánta szívét? Hála, öröm. Miért gyógyulhatott meg a sánta? Mert hitt Jézus erejében, hatalmában, bízott Jézusban. Hová vezetett az első útja? A templomba hálát adott, dicsérte Istent. A templomban lévő emberek csodálkoztak, nem értették, mi történt. Pétertől kaptak magyarázatot a történtekre. A sánta ember az Úr Jézusba vetett hit által gyógyult meg. Övé minden dicsőség. Bárhova mégy, el ne feledd, a jó Isten mindig veled. Nem kell félned a sötétben, sem bajban, sem veszélyben. Éjjel-nappal vigyázz rád, ő szerető égi atyán. Soha-soha el ne feledd, a jó Isten mindig veled. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk ért, Uram, imádkozzunk a mi szerető és jóságos Istenünkhöz. Összekurcsoljuk kezünket, és hozzád fordulunk. Hálát adunk neked, örvendező szívvel, amiért figyelmünket ráirányítottad a legnagyobb kincsre, Jézus erejére. Arra kérünk, hogy maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Nagyon szépen köszönjük, gyerekek, köszönjük a felnőtteknek, tanítónéniknek, tanárbácsinak, mindenkinek. Most készüljünk az igehirdetésre, a 225. dicséret, a már énekelt ének 7. versét énekeljük. Adj igaz hitet a te szent fiadban.
segítségünk, együttlétünk további részének megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A gyerekek által bemutatott, eljátszott történetből szeretnék felolvasni egyetlen rövid mondatot, amely így hangzik. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Ez a történet akkor játszódik, amikor még egyetlen gyülekezet létezik csak szerte a világon, Jeruzsálemben. Úgy szokták nevezni ezt a gyülekezetet a későbbi korokban, egészen a mai napig a Biblia tudományban, hogy ez az ős gyülekezet, az első. Velük indul a kereszténységnek a története. És hát ennek a gyülekezetnek két nagyon fontos, meghatározó személyisége, az a két ember, akiről ebben a történetben hallunk, Péter és János. Ők mennek föl a templomba az imádkozás idejére. És itt rögtön meg kell állnunk egy pillanatra, mert azt gondolom, hogy ennek a történetnek van egy a mi számunkra, a mi korunk számára is nagyon fontos tanítása ezzel a mozzanattal. Vannak idők, vannak alkalmak, amelyeket nem szabad elszalasztani, nem szabad elmúlasztani. Vannak idők, így mondja a Biblia, az Ószövetség, hogy Istentől rendelt idők, amelyekkel jó, hogyha az ember élni tud és élni akar. Ezek az emberek, mert az imádságnak az ideje van, hát oda mennek, ahol az imádságnak a helye van, a templomba. Nem valahová, máshová. Az imádság idején oda mennek, ahol az imádságnak a helye van. A keresztény ember életében kell, hogy legyen egy ilyesfajta tudatosság, mint ami az ő oda menetelükben is látható. Hogy nem valahová, máshová megyek. Nem valami mással foglalkozom. Nem akarok gonoszkodni és mai példákat mondani, az imádság idején nem megyek a vásárba. Az imádság idején nem megyek a Tesco-ba. És így tovább lehetne hosszan-hosszan folytatni. Ha az imádság ideje van, akkor ott van a helyem, ahol az imádságnak a helye van. És nem valahol másod. Nem szabad az életünk dolgait valamiféle rendszerezetlenségben, rendszertelenségben élni. Kell, hogy legyen egy szép rendje az életünknek is, kell, hogy legyen egy szép rendje a keresztény életünknek is. Vannak itt nálam is idősebbek, akik talán még emlékeznek rá, hogy volt idő, amikor nem csak faluhelyen, hanem városon is úgy kezdte a keresztény ember a maga napját, és sokan voltak, akik így kezdték, egy falu népe így kezdte, hogy elment reggeli könyörgésre. Elmesélték az öregebbek, hogy elindultak a mezőre, de útközben megálltak a templomnál. Vasvillát, kaszát, ki amilyen szerszámot vitt a kezébe, oda támasztotta a templomfalhoz, bement a templomba egy rövid imádságra. Ez volt a reggeli könyörgés, meg volt ennek a változata az esti könyörgés is, amikor illett abba hagyni a munkát, és illett a harangszóra ott lenni. Mesélték régiek, hogy amikor megszólalt a harangszó, akkor elindult mindenki hazafelé. Az ember életének kell, hogy legyen egy szép rendje. Ha rendetlenül élünk, ha rendszertelenül élünk, általában is igaz ez, azzal önmagunkat gyilkoljuk. Ha meg az Isten
előtti életünk is ilyen rendszertelenül folyik, akkor kimaradnak dolgok az életünkből, amiknek nem szabadna kimaradni. A szülőknek hadd mondjam, de a gyerekek is érthetik, mert miért ne értenék. Amikor elindult az iskolánk, ezért gondoltuk azt, hogy fontos, hogy legyen reggeli áhítat. Hogy legyen egy pillanat, legyen pár perc, amikor meg tudunk állni csendben az Isten előtt. Amikor talán csak három mondatnyi Biblia magyarázattal, meg egy mi atyánkkal, énekkel indítjuk a napot. Fontos, fontos, hogy legyen helye az ember életében. És fontos, hogy a helyet ne valami más legyen. Ez a két ember, mert az imádság ideje van, a templomba megy, nem valahová, máshová. A templomba megy, mert nyilván velük együtt sokan mások is. És ott történik a templom úgynevezett ékes kapujában, aranykapunak is szokták, ez volt a nevezni, ez volt a jeruzsálemi templomnak a római hadsereg által elpusztított jeruzsálemi templomnak a legszebb, legelegánsabb, legdíszesebb kapuja, és ehhez képest igyekeztek az előkelők mindig ezen a kapun bemenni a templomba. Volt több bejárata is, de a templom térnek, de ezt úgy kivételeztve vette használatba mindenki, aki csak tehette. Jól tudták ezt azok is, akik másoknak a segítségére voltak szorulva. Jól tudták a koldusok is. És ott telepedtek meg. Ha itt jönnek a tehetősebbek, akkor talán valami több is jut nekünk. Akkor meg lesznek azok a fillérek, amelyekből az életünket tengetni tudjuk, gondolták. És ott az ékes kapuban, az aranykapuban találkozik Péter meg János, meg az a béna ember, akit úgy visznek oda reggel, aztán este hazavisznek, és aki ott koldul, kéreget naphosszat. És itt történik valami egészen különös. Mert ugyan mit várna ez az ember, ha nem alamizsnát, nem valami kis adományt, amivel az élete egy kicsit jobban biztonságba kerül. Ugyan mit várna? És akkor megszólal Péter, és azt mondja, hogy ezüstöm meg aranyom nincsen. Egy fillért nem tudok neked adni. Egy fillért. De amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus nevében kelj föl és járj. Elgondolkodtam azon, hogy mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy Péter ezt a mondatot kimerje mondani, hiszen benne volt az is, hogy megszégyenül. Benne volt az is, hogy megszégyenül. Valami hihetetlen nagy Isten iránti bizalommal, valami hihetetlen nagy hittel meri ezt ember kimondani, amit ott Péter kimondott. És nem szabad elfeledkeznünk, hogy az Úr Jézustól arra kapunk biztatást, hogy kérj bármit. Kérj bármit, semmit sem kételkedve. Ha úgy indítod, hogy kérem, de úgyse fog bejönni, akkor az nem is fog bejönni. Kérj bármit, semmit sem kételkedve. Jézus biztat erre. És Péter meg János meghallották ezt a biztatást. És kimeri Péter mondani, hogy kelj föl és járj. Nem önmagában bízik, nem abban, hogy esetleg ő tesz itt valami csodát, hanem abban bízik, aki azzal biztatta, hogy kérj bármit, semmit se kételkedve. És nézzük a másik oldalt is. Ott van ez a béna ember, talán így született, talán évtizedek óta így él. És akkor azt mondja neki valaki, hogy
ember mit keresel ott lent? Kelj föl és járj! Igaz, benne van a történetben, Péter kinyújtja felé a kezét, és az ember belekapaszkodik ebbe a kézbe, de mekkora hit kellett ahhoz, hogy ez az ember elhiggye, hogy van esélye még egyszer, vagy talán az életében először arra, hogy lábra álljon, hogy járni tudjon. Kérj bármit, semmit sem kételkedve. Egy olyan aranyszabály ez, amit fontos megtanulni, és fontos az életünkben újra és újra alkalmazni. Magunkban nem megy. Magunktól nem megy. Magamban arra vagyok képes, hogy sajnálkozzak valakin. Magamban arra vagyok képes, hogy ott kóduljak az utcán a porban. Magunkban nem megy. Magunktól nem megy. De akiben mi hiszünk, akinek a tanítmányának mondjuk magunkat, az minden hatalommal bíró Úr. Így búcsúzik a tanítványaitól, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Ami nekünk lehetetlen, az neki lehetséges. Kérj bármit, semmit sem kételkedve. És a harmadik dolog, amit meg lehet tanulni ebből a történetből, az, hogy ha átélted, hogy az Úristen megajándékozott, akkor annak szabad örülni. Úgy, ahogy ez az ember örül. Lehet, hogy azt mondanánk itt most, ha valaki elkezdene ugrándozni, leföl szaladgálni a templomba, hogy nem illik így a templomban viselkedni. De hát ez az ember így viselkedik. Mert akkora az öröme. Mert akkora ajándékot kapott. Ha tudod, hogy szeret téged az Isten, ha tudod, hogy megajándékoz, ha tudod, hogy az ő ajándékaiból élsz, akkor nem kell azt titkolgatni, nem kell röstelni, akkor szabad örülni. Ilyen felszabadultan, ilyen magától értetődő természetességgel, ahogyan ez az ember teszi. Járkált, ugrándozott, dicsérte az Istent. Ez is fontos. Hogy az örömünk, az kifejeze valamit. Kifejezi-e azt, hogy az örömünk forrása az nem Péter, meg nem János, a béna emberre gondolva, nem valaki emberfia, hanem az élő Isten. Az örömünk forrása az élő Isten, aki megajándékozott, aki oda küldött embereket, akik nagy hittel merték azt mondani, hogy kelj föl és járj, és aki megajándékozott azzal, hogy föl tudtál kelni és tudsz járni. Mert dicsérni az Istent. Vannak dolgok az emberi életben, amiket nem értünk. Vannak dolgok a mindennapjainkban, amiket nem értünk. Hogy is történt? Hogy lehet, hogy megtörtént, és így történt? Eszünkbe jut olyankor, hogy mert az Úristen cselekedett. És eszünkbe jut olyankor, hogy ezért szabadna, lehetne dicsérni az Istent. Befejezem, három tanítást vigyünk magunkkal ebből a történetből. Az első, légy ott, ahol az Istentől rendelt időben ott kell lenned. Az imádság idején, ott, ahol az imádságnak a helye van. Nem biztos, hogy ez a templom, lehet, hogy az otthoni csendességed, bárhol van lehetőséged az imádságra, de amikor az imádság ideje van, akkor imádkozz. Akkor nem valami mással foglalkozz. A másik, hogy az Úr Jézus arra biztat, hogy kérj bármit, semmit sem kételkedve. Kérj bármit. Merj odaállni az Isten elé,
kételkedés nélkül, kétségek nélkül, és kérj bármit. És a harmadik, hogy amikor megtapasztaltad, hogy meghallgatott az Isten, akkor légy érte nagyon hálás, örülj, járkálj, ugrándozz, dicsérd az Istent, légy érte nagyon hálás. Segítsen bennünket az Isten, hogy magunkkal tudjuk vinni ennek a szép történetnek a fontos tanításait. Amen. Még mindig a 225. dicséretet énekeljük, mert még van egy verse, amit elénekelhetünk. A 225. dicséret utolsó, 8. versét énekeljük, és szerintem most már senki nem mondhatja, hogy nem mászott a dallam a fülébe. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy biztosak lehetünk abban, hogy Te nem csak akkor cselekedtél hatalmasan, amikor az első tanítványok éltek, ma is hatalmasan cselekszel a mi életünkben is, mások életében is. Szerte körülöttünk ebben a világban. Áldunk téged, hogy úgy ismerhetünk, mint akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és áldunk a biztatásért, hogy ne legyen olyan pillanat, amikor valamit nem mernénk te tőled kérni. Köszönjük a biztatást, kérj bármit, semmit sem kételkedve. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy a mi életünkben is láthatjuk, megtapasztalhatjuk, ha van szemünk, ha van egy icipici hitünk, hogy te cselekszel az életünkben, hogy ott vagy velünk nap mint nap, hogy őrizel, megoltalmazol, megáldasz bennünket. Köszönjük, hogy így láthatunk téged, és így ismerhetünk téged. És arra kérünk, segíts, hogy hadd legyen ott a szívünkben a hála mindazért, amit cselekszel bennünk, ad, hogy tudjunk örvendező életet élni, és köszönetet mondani neked mindenért. Könyörgünk hozzád, áld meg az életünket, az előttünk levő napokat, őriz, oltalmaz bennünket, vigyázz ránk, segíts meg a tanulásunkban, a munkánkban, őriz meg bennünket, amerre éppen vagyunk, járunk. Könyörgünk hozzád, vigasztald, erősítsd azokat, akik vigasztalást keresnek, akik átélik a maguk erőtlenségét, légy a betegeinkkel, légy a szomorkodókkal, a gyászolókkal. Hisszük, te meg tudsz erősíteni, hisszük, te tudsz a szívünkbe bátorságot önteni, hisszük, te tudsz bennünket, képes vagy bennünket reménységgel megajándékozni. Kérünk, cselekedd meg ezt. Könyörgünk, hallgass meg bennünket.
Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön át a országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor tartunk ismét istentiszteletet a Szondi utcai gyülekezeti helyiségünkben itt Kaposváron, és délután 3 órakor lesz istentisztelet Toponáron a megszokott helyen. Jövő vasárnap a szokott rendszerint tartjuk az istentiszteleteinket az idős otthonainkban, itt a templomban, és délután a Szondi utcában is. Szerdán a Jó Pásztor közösségnek is lesz összejövetele a Szondi utcában. Úgy időpontban délután 4 órakor kezdődik ez az alkalom. Szeretném hirdetni szülőknek, gyülekezetnek, hogy pénteken egy nagyon fontos és nagyon szép kiállítás nyílik itt Kaposváron a gyülekezeti házunkban, egy protestáns iskola történeti kiállítás. Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, nem biztos, hogy a megnyitó alkalmát, azt is természetesen a délután 3 órát, de hogyha nyugodtabban végig szeretné nézni valaki ezt a kiállítást, akkor szeretném jelezni, hogy lesznek időpontok, elég hosszú ideig itt lesz nálunk, ez egy vándor kiállítás, lesz alkalom megtekinteni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Szeretném hirdetni azt is, hogy szombaton 10 órakor tartunk konfirmációi órát, a szokott rendszerint. És végül figyelmébe ajánlom a gyülekezetnek az adakozást, tudván a jó szívű adakozót szereti az Isten, és szeretnék emlékeztetni a már többször hirdetetre, hogy ezeknek a családi istentiszteleteknek a persejpénzét elkülönítve kezeljük, és az iskola céljaira fogjuk felhasználni, kérem, hogy ezt tudva helyezzük el adományainkat. Befejezésül az áldás vétele előtt a 479. dicséretet énekeljük, a gyerekek is énekelték, mi most énekeljük valamennyi versét, 479. dicséretünk első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Utána majd nemzeti imádságunkat is énekeljük, és legvégül vegyük Isten áldását. Thank you.
Mindezek után a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.